talán az egyik leghíresebb alakítását nyújtotta abban a filmben, amiről kapta a ma este a címét. Igen, de ez, ez igazából meg kell, hogy mondjam, a veri az ördög a feleség, ehhez a Darvas Ilona, aki az én direktorasszonyom, a Turaida színházban, ő ragaszkodott ehhez a címhez. Mert én, ha mondjuk színházon kívül csinálom ezt a műsort, akkor én azt mondom, hogy pásztoróra. Mert körülbelül egy óra, húsz percet beszélek magamról, a pályámról, a pályatársaimról, az életemről. Kicsit megtépázom azokat, akik megbántottak, akik élnek, azokról általában jót mondok, mert nem akarok megbántani senkit. De azért név nélkül el szoktam mondani a, a keserveimet is, mert hát nem csak tejfölből áll az életünk. Ez nem is egy darab, hanem az ön Nem, nem, nem. Ez az én életemről szól, az óvodáskoromtól, amikor eszmélni kezdtem egészen a, a mai napig. Mert hát a, a jó Isten megadta nekem azt, hogy 87. évenben vagyok, szeptemberben leszek 87, és mind a mai napig színpadon vagyok. 64 éve végeztem el a főiskolát, tehát gyakorlatilag a pályán. 66 éve vagyok, mert másodéves koromban én már a Nemzeti Színházban kisebb szerepeket kaptam. Statisztáltunk, minden darabban szinte, és nagy szegénység volt az 50-es években. És akkor a szinetár, aki az osztályfőnökön volt, elintézte, hogy mi szerepelhessünk. És én egy-egy mondatot is kaptam, az azért pénz járt. 30-40 forint, esetleg 50 esténként, hát az borzasztó nagy pénz volt. És egy ekkora életművet, vagy egy életművön túl egy életet, egy hál' Istennek ilyen szép, hosszú életet, tartson még jó sokáig, hogyan lehet összefoglalni? Mi, mi az, amit, amit hát kiemel? Ne, egy óra, húsz perc, órában. Tulajdonképpen az, a, az, a, az, az az igazság, hogy, hogy amikor megcsináltam a műsort akkor jöttem rá, hogy milyen érdekes, hogy a legnagyobb fájdalmaim, amik az életemben értek, a legnagyobb megaláztatásaim, hangosan végig kacag a közönség, velem együtt. Mik voltak ezek a megaláztatások? Hát... Az, hogy évekig nem játszottam semmit, főztem otthon, vittem a gyerekemet az óvodába, megtanultam kötni, a férjem hozta a vendégeket, hogy milyen jól főz a feleségem. Ezeket nem lehet, de most már semmi, nevetek rajta, és úgy mesélem el, hogy ők is tudnak nevetni rajta. De én akkor belehajtam. Csak nekem mindig egy dolog volt a szemem előtt, és ez, ez nagyon fontos hogy készenlétben voltam. Én nem hagytam el magam. Én tudtam, hogy nekem előbb vagy utóbb be kell, hogy jöjjön, mert a főiskolai vizsgáim azok mind úgy zajlottak, hogy a szinetár úgy bocsájtott útra, hogy te addig leszel színpadon, amíg a lábod meg a fejed bírja. A Várkonyi Zoltán azt mondta, rendezett nekem egy vizsgát, azt mondta maga olyan színésznő, mint a gombaszögi Ella, és a gombaszögi Frida együtt maga drámát és végjátékat egyformán fog tudni játszani. Ki repültem onnan én akkor, és engem ez tartott életben. A, a vizsgaelőadása az akkori negyedéveseknek, mikor én harmad voltam, a szinetár rendezte a Margitai Fülöpzsiga Törőcsik Bodroginak a Koldus Operát, abban én Pikoknét játszottam és aki a szakmában akkor számított, az mind látta, mert először fordult elő a főiskola történetében, hogy a darabot olyan nagy siker volt, hogy minden szombaton, vasárnap, délután háromkor a Katona József színházban játszottuk, ami akkor a Nemzeti Színház Kamara Színháza volt. Na most oda eljöttek, és egy, emlékszem például, csak egyet mondok, az Urai Tivadar, aki egy elegáns úr volt, sétabottal a kezébe, bejött az öltözőbe, és azt mondta, magáról még hallunk. És én megint kirepültem az ablakon a boldogságtól, mert ez olyan nagy dolog volt nekem. És ez végig kísért az életemen. És a legtöbb kollégámnál azt tapasztalom, hogy föladják, vagy isznak, vagy elzüllet, nem tudom. Valahogy úgy, úgy szétfolynak én voltam, és évekig tartott, hogy kaptam egy nagy szerepet, megint semmi utának. Mindenki elájult, hogy nagyon jó színésznő. Akkor elhívtak forgatni, mert nagyon sok közben filmeztem, ugye vidéken dolgoztam, színháznál, hát ha dolgoztam, és nyáron Budapesten voltunk. 14 évig éltem Pécset például. Hát, ott született a gyerekem. De amikor hazamentünk nyáron, mindig forgattam valamilyen filmbe kis szerepet, nagyobb szerepet, állandóan forgattam, tehát a szakmában, be, vagy tévéjátékokat csináltam, nem is egyet. Például a szomszédokat? Hát arról már nem is beszélve, mert attól kezdve aztán szinte a pályám is egyfolytában, mert akkor már a Madás Színházban voltam. Nekem megakadt a fülem valamit, valamin, amit mondott, méghozzá az, hogy hol kaptam egy nagyobb szerepet, aztán semmi. Igen. Ez miért? miért? Mert ki, ezt mindenki ezt kérdezi, hogy miért. Hát fejtse meg. Mondjuk ebben benne lehet az a gáncsoskodás, amit mondott az előbb, hogy a magánéletében, vagy a szín, színi pályán is. Ezt nem lehet, ezt nem lehet tudni. Ezt nem lehet tudni, ez egyszerűen nem, nem is senki. És mindig azt mond, azt hitték, hogy én állandóan ott vagy. Most is azt hiszi mindenki, hogy nekem úgy ment a pályám, mint egy üstökös. Nem. Évekig nem csináltam. Egy-egy szerepet kaptam, de közben azért forgattam, azért anyagilag is támogatni tudtam az anyámat. Szóval azért, amikor elváltam, akkor is egyedül éltem, de nem rosszul. Mert azért mindig meghívtak egy-egy színházba egy-egy szerepre. Akkor a Kazimír meghívott, akkor beugrottam kétszer vagy háromszor a Vígszínházba. Azért volt munkám, csak nem úgy, ahogy aztán eljött az a kor, mint most, most úgy kell azt mondanom, hogy nem, nem, köszönöm szépen, nem vállalok. És a szinkron ott volt, mert azért én elég sokat szinkronizáltam. A hangomról sokszor mai napig előbb megismernek, mint a jaj, de szeretem a hangját, mondják fiatalok, ami nekem akkora öröm. Mert ezt nem is képzelem el, hogy és az, hogy a Janka a szerepem Ugye a legtöbben azt mondják, hogy ó, már én távol vagyok, a szomszédok már, mm, hol van az már? Nem. Hát engem a szomszédok tett ismerté. Mert a madács színházban eljátszhatnám a csillagos eget. Akkor se ismernének annyian, mint ahogy a szomszédok a mai napig olyan fiatalok keresnek meg, akik nem is éltek akkor. És a szinkron szerepeim. Mrs. Lipton, jaj, de örülök, hogy látom ilyeneket mondanak, akkor ez mégiscsak én vagyok mögötte. Mik azok a, kik azok a karakterek, akkor már maradjunk itt, azok a karakterek, akik meghatározóak voltak az ön karrierje szempontból? Mind, ah, ezt nem tudom megállapítani, mert például éppen most, hogy a képeket végigszaladtunk a képeken, mert már nem emlékeztem rá, hogy milyen képeket adtam oda a vetítéshez. A Janka néni biztos, az egyszer. Nem, nincs benne, egyáltalán nincs benne a Janka. Hanem ott látom, hogy Istenem, amíg a Székely Józsi, aki az egyik legjobb barátom volt a szakmában, amíg szegedi igazgató volt, minden évben meghívott egy szerepre. Csodálatos drámai szerepet, egy, egy monodrámát játszottam nála, olyan gyönyörű darabot, hogy most, hogy a képet láttam, a szívem összeszorult, hogy milyen csoda volt ez, és akkor bennem föléled azt, amit a Várkonyi mondott hogy a dráma és a végjáték mindegy. Gertrudis voltam. Negy, ö, első gimnazista voltam, amikor a Gertrudist eljátszottunk, mert egy olyan tanárunk volt, nem nekem a fiúknak, aki Kecskeméti volt és Katona József volt a mániája, egy magyar tanár. Megtanít, betanította nekünk, én Gertrudis voltam, Kovács Gabinak hívták azt a fiatalembert, aki velem egy idős, és ő volt bankban. És nekem mohorán a Tolnai Klári szülőházában csináltak egy életmű kiállítást a 80. születésnapomon, és az a kép is ott volt. És amikor ugye oda mennek emberek nézni, mesélik, hogy ott volt a Kovács Gábor a feleségivel, és mondta, hogy Istenem, én vagy 8. általánosban, ez én vagyok, mondta a 80 éves férfi, aki egy mérnökember, a feleségével volt ott. Hát ez egy olyan boldogság volt, és nekem ott van mellette Gertrudis, ami Pécsen voltam, aki... Akkor azért vannak karakter, tehát csak azért kérdeztem, hogy ugye kik a meghatározó hogy ez egy Jankát is kiemelte, Jankanénit, akkor most a Gertrudis, tehát hogy... És hát igen, határozottan volt. Kik a meghatározó emberek, akik, akik Székely József ezt kihallatszott a hangjából? Ez már megint a csodával határos, hogy, hogy, szerencsére olyan barátaim voltak, akiket persze mind elvesztettem, mert ugye a Schubert Éva, aki nagyon jó barát nem volt, egy csodálatos ember volt, remek színésznő. Temesi Hédi, aki szintén a barát nem volt, szintén egy, egy nagy színésznő volt. Ő olyan múltjából mesélt olyan emberekről, akikről én már csak hallani tudtam, de hát ezek mind nekem csodák voltak. És ez bizony meghatározta a, a, a pályámat. Azok, akikkel játszhattam, hogy Bárdi Gyurival, Pécsi Sándorral, Sinkovics Imrével, súlyok Máriával, aki a tanárom volt, és aki kapott egy filmszerepet, amit külföldön forgattak, és éjszaka már nem vállalta a, utoszinkront, és engem kértek föl, és mondtam, gyerekek, hát csak nem képzelitek, hogy a tanárnő nem, nem vállalom el. Ő ajánlott. Elájultam, és én szinkronizáltam Sulyok Máriát. És amikor láttam, hát elsírtam magam, mert olyan gyönyörűen passzolt a hangom az ő és ezek gyönyörű dolgok. Hát szóval ezek nekem tiszteltem, mert hát én, én a súlyok márjától tanultam meg azt például, hogy én nem megyek ki az utcára úgy, hogy ne legyek elegánsan fölöltözve. Nem úgy öltözöm, mint ő, mert más egyéniség vagyok, de már a főiskolán tudtam, hogy ha nekem pénzem lesz, én úgy fogok, mint egy színésznő, mint egy művésznő, a piacra, a közértbe várhova. A súlyok bejött a beszédórára, letette a bőrtás, krokodil kivette a ugyanolyan cigarettatartót, letette, és egyszer bejött vérvörös lobogóhajjal, és ugye a fiúk Hoo! és megállt, és azt mondta, forgatok. Hát, amíg élek, nem felejtem el azt a mozdulatot, ő érezte, hogy neki meg kell mondani, hogy lángvörös hajával, mert mindig elegáns volt, mindig olyan kosztüm, minden kosztümje egyszabás volt, gyönyörű sejem, de blúzzal, de az mind más színű volt, a draptól a feketéig minden árnyalat. Imádtam azt, hogy olyan elegáns. És úgy, nagyon nagy szenvedéllyel beszél azokról az emberekről, akiket nagyon szeretett, vagy akikkel jó munka És És énnek velem csináltak, pontosan csináltak egy tévéműsort, ahogy volt, csinált velem egy olyan műsort, amiben én beszélhettem azokról a színészekről, akiket nagyra tartottam, akikkel dolgoztam, és az ő filmjeikből játszottak be. És ott láttam például a súlyok az én hangommal mert az ment. Akkor a Temesi Hédi az Enteferikével a, abból a filmből, abból a csodából a, Jó jobb lázadás. lázadás. Szóval, Micsoda színészek voltak, most is liba bőrös vagyok. A Dajka Margit, aki nekem a mai napig a királynője a szakmánknak, ő az egyetlen, akit nem ismertem személyesen, de akkor is ő a legnagyobb színész. Ő az egyetlen, tehát hogyha mondjuk most azt mondom, hogy kis fónai márta. Ezek mind csodák, de a fölöttük áll. Dajka Margit olyan, aki, ha visszagondol arra a szilveszteri műsorra, amikor énekelt a Kósjanival, vagy a, és ugyanakkor a majorral táncolt, de ugyanakkor baradlainét játszott a színházban. Csodás volt. Egy olyan nagy bohóc volt és ugyanakkor egy olyan ember, akinek a szíve, lelke ott volt a játékában. Csoda volt. Páger Antal. Nem tudok mondani hozzá, hozzáfogható, csak a Pécsi annyit, akit szintén imádtam, mert a Pécsi az a színész, mondjuk a Páger Pécsi egy színvonal nekem, csak mind a kettő más, mert a Pécsi, ha bármilyen bármilyen végjátékot játszott, mindig volt benne valami, ami egy pillanatra megcsavarta az embert, hogy akár sírni is tudtam volna. A Danden Györgyöt például úgy játszotta, hogy kinevettük, de egy hajszál választott el a sírástól, mert tragikomikus volt. És én egész életemben arra törekedtem, hogy minden játékomba lopjam bele azt, hogy ami komikus, egy pillanatra legyen tragikus is, hogy legyen benne az. És ez, ez hát én legalábbis ezt vallom. És akik mondjuk fájdalmat okoztak önnek a pályán? Azokat mind megbocsájtottam, mert nem hordozok, spirét. visszaadok mindent. Ezt nem tagadom. Van, hogy egy év, van, hogy öt év, van, hogy tizenöt év múlva. Nem akkor, amikor eljön az ideje, mert elegánsan szeretem csinálni. Úgy, amikor nekem már az illető semmit nem jelent. De olyan nincs, hogy én nem adok vissza valamit. Pásztor S. Zsipó szúttál, Ez olyan hihetetlen. Én nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. Az Egon rám kérdezett, amikor csinálta velem a riportot a, a, az ATV-ben, mikor tavaly kaptam, ugye, halhatatlanok. Igen. És akkor azt mondta, hogy hát hogy van ez, és nem őriz, nem. Már akkor semmi nincs bennem, de nem adom föl. Megmondom a magamét méghozzá úgy, hogy a faladja a másikat, és mondtam az Egonnak, majd utána elmesélem. Majd egyet elmondok magának is, mert élő az illető, és nem akarom nagy dobra venni, de visszaadtam, és a mai napig a legjobb bar barátságban vagyunk. Mert én nem haragszom, kiadom magamból, nem őrzök semmilyen sérelmet, mert azzal nem keserít, annyi más van, ami miatt aggódni kell. Most például a csénémet Lajcsi, aki egy édes, szeretetre méltó kollégám volt, az egyik legjobb ember, akit ismertem. Tóth Jodittal együtt alattam jártak a főiskolán, azóta barátok voltunk. Olyan fájdalom ez, hogy nem tudtam a Juditot, és csak most, mielőtt elindultunk, akkor hívtam föl, holott tegnap előtt már, ugye, nem tudtam. Mert ahhoz össze kell szednem magam, hogy, hogy de mindenkit. Hát az öregkornak ez a szépsége és a, és a tragédiája, hogy mindenkit elvesztettem. Mindenki elment mellőlem. Hogyha megnézünk egy filmet, mert hát azért a kollégáimmal csak is arról beszélünk, mert mi nem felejtjük el azokat, mert ugye most egy celebb világban élünk. Most a színészek nem számítanak, szinte semmit. De hát azért mi megnézünk egy, egy Kárpáti Zoltánt, akkor ott nem lehet, hát ott nem lehet nem megnézni 112-szer. Mert ott olyan a Darvas, ha visszagondol rá, arra az a, a Várkony, aki rendezte is, meg aki olyan ügyvédet játszott ott, hogy a. hol vannak. egy págért a pacsirtában, a húsz órában. Ne is mondja. Tolnai Klárival és a Nagy Annával nagyannával együtt. Hát őrület, így. hogy milyen gyönyörűen játszanak. Tiszta libabőr vagyok, hát megőrülök tőlük, annyira imádom. Van még, amire vágyhat. Hogy vágyom? Ennyi, ennyi, évtized után? Nem, az, az egyetlen arra vágyom, hogy, hogy a közeg maradjon olyan, amiben dolgozni tudok. Mert ahogy nem tudok, onnan eljövök. Ahogy a közelmúltban megtörtént, egy szerepet ott hagytam a játékszínben, mert nem tudtam fölvállalni azt az helyzetet, ami, ami adódott. És én csak Örömmel tudok már játszani. Régen azt hittem, mindent el kell játszani. Most már megadatott nekem, hogy ajándék minden, de azt magam válogatom meg. És csak azt a közeget, ahol én jól érzem magam, is oda bemenni nekem öröm.